Sziasztok! A mai videóban többek kérésére elsőnek egy sminktippes összefoglalót fogok készíteni. Most az FX, illetve ilyen különlegesebb sminkeket kihagyjuk, és azt egy másik videóra fogom tolni. Most csupán háromfajta egyszerű kis smink módszert fogok nektek bemutatni, amivel feldobhatjátok cosplayeteket, illetve talán segítséget nyújt számotokra kicsit szebben, élethűbben előadni a karaktert. Az első egy olyan emberek számára készült ilyen smink technika, illetve tip lesz, akik egyrészt nem szeretnek, vagy nem tudnak face tape-et használni, illetve saját hajjal, vagy kicsit életszerűbben szeretnék megvalósítani a karaktert. A második tip, illetve módszer pedig a férfi cosplayesek számára lesz, illetve azok számára, akik inkább filmekből és egyéb hasonló dolgokból cosplayeznek, tehát minél élethűbben és arcformailag kell visszaadni a karaktert, nem feltétlen a tussal ügyeskedni, hogy inkább olyan szem alakod vagy egyebed legyen. Illetve a harmadik lesz a legbonyolultabb, amit én is a legtöbb cosplayemnél használok, ahol a szemöldököt átvariáljuk, szemformát, face tape-et is felrakok, és meglátjátok, hogy mire is gondolok ennél igazából. Én csak úgy hívom animés cosplay smink. A legtöbb külföldi is hasonlót használ. Mindenek előtt egy melegvizes törölközővel áttörlöm az arcom, és egy hidratáló krémmel is bekenem, aminek smink előtt és után is nagyon örülni fog a bőröm. Ezután fontos, hogy még smink előtt a kontaktlencsét is beteszem. Fontos, hogy ennél a műveletnél egyaránt a kontaktlencse és a kezünk is patyolattiszta legyen. Az alsó és felső szempillám tövét elhúzva óvatosan el is végzem a műveletet. Ezután jöhet az alapozás. Én egy lágyabb, vizesebb alapozót használok, amiből egy keveset felviszek a bőrre, majd óvatosan eldolgozom. Ezután egy kis zöld szemhéjpúdert viszek a szemem alá, ami egy kis korrektorral nagyon szépen eltünteti az esetleges lila karikákat és foltokat. Ezután az egészet, igen, még kontúr előtt fixálom. Én átlátszó, illetve fehér púdert szoktam használni. Ezután jöhet a kontúr, ez esetben egy világosabb színnel, hiszen itt az élethűbbségre is megyünk. Ezt egy csíkba felrajzolom, majd pedig szépen mindkét oldalon eldolgozom. A kontúrnak ez a része csak azok számára fontos, akik még egy pluszt szeretnének vékonyítani az arcukon. Az orrkontúrnál nagyon kell arra figyelni, hogy ne is túl vékonyra, de ne is túl vastagra rajzolja be az ember. És természetesen itt is nagyon fontos az eldolgozás, hogy ne tűnjön műnek. Mivel lány karakterről beszélünk, egy alap kis rózsaszín szájfényt szoktam felrakni. A következő lépés opcionális, de nekem nagyon szokott tetszeni karakterekhez ez a sötétebbből világosabbba átmenő száj. Ázsiában is előszeretettel sminkelik így. Tushúzásnál mindig nagyon kell arra figyelni, hogy előre felnézzünk a tükörbe, hiszen úgy látjuk, hogy a szemhéjunk mennyire fedett, és mennyire kell egyenesen, illetve fölfele vagy lefele húzni. Én nagyon szeretem az ilyesfajta sminket egy a karakterhez illő színű szemhéj púderrel színesíteni. Mindezek után kenhető highlighterrel nagyítom a szemem, orrom és szám. Utolsó simításokként a szemöldökömet is színre festem, és hoppá, már meg is lettünk. Mint ahogy láthatjátok, ez nem lett egy olyan különös smink, akár utcára is hordható, viszont mégiscsak nagyon feldobja a cosplayt. Mint ahogy láthatjátok, itt alapozás szempontjából totál ugyanazokat végeztem el, mint az első sminknél. Itt egy sokkal sötétebb kontúrt használtam. Az orrnál arra kellett figyelni, hogy sokkal vastagabbra húzzam, mint az előzőnél. Az arcom minden részét megmarkánsítottam kontúrral, hiszen egy férfi arc sokkal inkább az. Még plusz kis ráncokat is behúztam, ami még hitelesebbé tette a sminket. Egy férfinak általában vékonyabb szája van, így a sajátomat is vékonyítom. A szemöldökömet ennél a sminknél sokkal vastagabbra húzom, mint az eredetit. Ezzel is egy plusz férfias érzetet adva a sminknek. És 3, 2, 1, készen is lettünk!
Mint ahogy láthatjátok, ennél a sminknél inkább a kontúrokkal és az arcvonásokkal dolgoztunk. Ezért is inkább egyszerűbb a férfiak számára. Mégis egy nagy plusz tud adni cosplayünkhöz. Mivel ennél a sminknél facelift-et is használunk, fontos, hogy eltüntessük arcukról a zsíros foltokat. Itt is természetesen először a kontaktlencse berakásával kezdek. Facetape szempontjából mindenkinek más jön be, nekem az orvosi tapaszok nem fogták meg az arcomat, de ha ti tehetitek, inkább használjatok. A szem felfele húzásával eltüntetem fedett szemhéjamat. Ezután jöhet a megszokott séma, alapozás, lila folt kiküszöbölés, korrektor a szem alá, szájra és a megfelelő helyekre, kis púder, fixálás, porolás, majd pedig a kontúr. Mivel rajzolt a karakter, nyugodtan lehetnek erősebbek a vonalak. Ezért is állasítom magam ezzel a kis eldolgozott háromszöggel. Az arcrontomat is sokkal jobban és erősebben kiemelem ezzel, míg jobban vékonyítva az arcomat. Itt is rettentően fontos, hogy tusnál előre nézzetek, és egyenesen nyitott szemmel húzzátok meg azt. Itt egy alsó tust is beiktatok, amit összekötök a felsővel, és kitöltöm azt. Ugyanezzel a módszerrel csinálom a másik szememet is. A szem alatti kis részt, amit összehúzással tudtok megállapítani, hogy nektek mekkora, kihúzom. Ez arra tud nagyon jó lenni, hogy egy kicsit nagyobb, animésebb szemet csináljunk magunknak. Ezután az orromat csinálom meg ugyanazzal a módszerrel, mint az előző két sminknél, annyi különbséggel, hogy itt minél vékonyabbra rajzolom azt. A szám szélét is kihúzom, ezzel kicsit szélesebb hatást adva neki. A kenhető highlighterrel kihúzom a szemem alatti részt, illetve az orromat és a számat is kiemelem vele. Nekem most a szemöldököm ki van húzva, ezért annyira nem kell vele variálni. Ám azoknak, akiknek kell, ezt a Scarvax nevű anyagot tudom ajánlani. Ezt felkenve a szemöldöködre sokkal szebben el tudod vele tüntetni, mint bármelyik ragasztóval. Úgyhogy én ezután csak beszínezem, majd egy kis szempilla spirállal egészítem ki. És ezután már mehet is fel a paróka. Ahogy látjátok, ez egy sokkalta animésebb hatást keltő smink. Talán ez az, ami legjobban fel tudja dobni az ilyesfajta cosplayeteket. És hogy miért is tartom fontosnak ennyire a sminket? Mutatnék is rá pár példát. Láthatjátok, hogy a smink mennyivel másabbá teszi a cosplayünk, karaktert ad az arcnak. Azt is mondhatjuk, hitelesebbé tesz bennünket. Remélem, tetszett nektek ez a videó, és kicsit sikerült jobban elkalauzolnom benneteket a cosplay smink világában, és ez segíteni fog nektek is cosplayetek kiszínezésében. Nyugodtan írjátok meg ti is kommentben, hogy milyen módszereket és technikákat szoktatok használni a sminknél, és a következő videóban találkozunk. És annak a témáját is ti választjátok meg, úgyhogy komment! Sziasztok!